Sziasztok, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, én Cserfavi Karesz vagyok, ez pedig itt a Belemenés, a Handball Expert podcastja. Ezen a mai napon három beszélgető társammal vagyok itt a csapatból, Víg Martin, Párt András és Szalóki Boldizsár. Úgyhogy mi fogunk nektek itt június 27-én. Nagyrészt a Bajnokok Ligája éppen aktuális friss sorsolásáról beszélgetni, ami éppen a mai napon történt meg. Még mielőtt azonban belevágunk, én mindenkit arra szeretnék biztatni, hogy a YouTube-on iratkozzatok fel, kövessetek minket, hiszen így értesülni fogtok arról, hogyha új tartalommal jelentkezünk. Na, urak, mai napon megvolt a sorsolás a jövő évi Bajnokok Ligája szezonra, mind a hölgyeknél, mind az uraknál. Én azt gondolom, hogy tartsuk meg a régi jó szokást, meg az udvariasságnak azt a szabályát, hogy kezdjük talán a nőkkel. Ugyebár arról már múlt héten szót ejtettünk Boldizsárral, hogy három magyar csapat volt érdekelt ebben a BL sorsolásban, hiszen a mondhatjuk most már, hogy az elmúlt években stabil résztvevő Ferencváros és Győr mellett a Debrecen is csatlakozott a főtáblás csapatokhoz, miután megkapták a szabad kártyát. És nyilvánvaló ugye a lebonyolítási rendszerből adódóan innentől kezdve ugye elkerülhetetlen volt, hogy két magyar csapat egy csoportba kerüljön, egy azon csoportba kerüljön, egész pontosan a Loki ugyanabban a csoportba kerüljön, mint valamelyik zöld-fehér magyar együttes, és ez meg is történt, hiszen ők az A csoportba kerültek a Győr társaságában. Itt van még a Bukarest, méghozzá Csecseme Bukarest, a Sevenhof Svédországból, a Brest-Bretagne Franciaországból, a Dán Odense, Buducnost, ugye régió Montenegró ismerőseink, és a német Bietigheim csapata. Beszéljünk akkor szerintem először a Győrről és a Lokiról és az A csoportról a nőknél, hogyan látjátok ezt a csoportot, és hogyan látjátok a két magyar csapatnak a szereplési lehetőségét. Kezdjük talán Martinnal. Hát igazából szerintem onnan érdemes indulni, hogy pár ugye el szokták mondani az ilyen sorsolásoknál, hogy hát aki BL-t akar nyerni, az, annak mindenkit meg kell verni, meg ugye van még ez a szálltam nagyon szeretett köszön, hogy ezen a szinten már nincs könnyű ellenfél, ugye ilyenkor mindig azt nem definiáljuk, hogy mi ez a szint, de hogy ugye ennek ellenére azért szerintem egyértelműen kijelenthető, főleg a nőknél, de zárója szerintem a férfiaknál is, hogy az egyik csoport gyengébb, mint a másik, és az ez a csoport a nőknél. Tehát, hogy itt szerintem a Győrnek ebből a nyolcasból illik, sőt kötelező megszerezni az első helyet, ugye talán a Bukarest az, amelyik beleszólhat itt ebbe a dologba, de tőlük azért az elmúlt években, főleg a csoportkörben nem láttunk olyan stabil, konzisztens teljesítményt. Tehát azt gondolom, hogy a Győrnek hoznia kell ezt a csoportot, és a Debrecen sem járt hosszú szerintem ezzel a sorsolással, annak ellenére, hogy egyetértek abban például Szilágyi Zoltánnal, hogy nem lehet elvárásként megfogalmazni a továbbjutást, de azért itt legalább 3-4 olyan csapat van szerintem, aki ellen hazai pályán a Debrecennek lehet keresni valója. Gondolok itt mondjuk a Buducnostra, a Bietigheimre, a Sevenhofra, tehát hogy itt azért összejön az a két-három csapat. Nyilván a Brest lehet, Brestet lehet talán még idesen, de szerintem egyébként nekik tavaly egy gyengébb szezonjuk volt, ez egy annál jobb csapat, mint amilyen szenvedést tavaly láthattunk tőlük. Mindegy, ez majd kiderül. Szóval én azt gondolom, hogy itt a Debrecen is ott lehet majd azért 3-4 mérkőzésen. A továbbjutást én nem várok a Lokitól. Azt gondolom, hogy egyedül a Sevenhofnál erősebbet papíron, de több olyan mérkőzés is lehet, ahol lehet keresni valójuk. András, te hogy látod a Én is. Debrecen és a Győr Hát esélyeit? először is sziasztok! Én azt gondolom konkrétan, egyetértek abban, hogy a Győrnek a csoportban az első két hely valamelyikét kötelező megszerezni egy ilyen kerettel és egy ilyen csoportból. Az biztos, hogy az átigazolásoknál én úgy látom, hogy a Bukarest megerősödött, ennek ellenére a Győrnek kötelező, amit mondtam, kötelező megszerezni az első két hely valamelyikét a csoportban. A Debrecennél ott, ha tovább akar jutni, akkor a svéd Sevenhof gárdáját mindenképpen oda-vissza kéne verni, hogy aztán a többiek ellen mire képes, hát az már egy külön érdekesség. Én azt mondom, amit Martin is mondott, hogy hazai pályán talán még egy ellenfelet meg tud lepni,
És ha nagyon-nagyon rossz napot fog ki a Podgorica, akkor őket is meg tudja lepni a Debrecen, akár a Moracsában is. Meglepően pozitív hangulatban vagytok, én azt gondolom, amennyire én itt a komment szekcióban elmerülni volt lehetőségem, azért ti kicsit azt gondolom, hogy szebben látjátok ezt a helyzetet. Boldizsár, osztod a fiúk véleményét? Tovább is juthat akár a Loki? Én nem vagyok ennyire pozitív. Örülök, hogy ezt ki is emelted. Szerintem a Debrecennek, nyilván, ahogy Martin is említette itt, azért ugye Szilágyi Zoltán elmondta, hogy bravúr lenne innen a továbbjutás. Minden meccs ajándék, ugye szokásos közhelyeket el lehet puffogtatni, de szerintem itt a Debrecenre ez tényleg igaz. Tehát ne várjuk azt a Debrecentől, hogy majd itt kit hogyan kellene megverni. Szerintem a Debrecennek minden pontszerzése az extra ebben a csoportban is. Nem, hogy még ha esetleg a másik csoportba kerültek volna, ebben a csoportban is minden pontszerzés ajándék. Azért azt itt el kell mondani szerintem, hogy ugye a női mezőnyben két olyan csapat is van ebben az alcsoportban, ahol magyarokkal találkozhat a Győr is, illetve a Debrecen is. Ugye Bietigheimben Faluvégi Dorottya és Szikora Merinda, a Budućnosztban pedig nagyon reméljük, hogy Háfra Noémi fog minél többet játszani, és minél jobban. És én azért remélem, hogy azért azt a két meccset kibírja az egy-egy magyar csapat, hogy akár borsot is törjenek ezek a magyar lányok a magyar csapatok orra alá. De igen, ebben egyébként egyetértek Martinnal, hogy a női sorsolás szerintem irreálisan felborult ezzel a két csoporttal. Tehát a B csoport szerintem sokkal-sokkal erősebb lett, és onnan egyébként majd nyilván rátérünk, de onnan bárki tovább juthat. Innen is, csak egy másik megközelítésből. Igen, ez lesz majd a másik kérdés, hogy egy kicsit a két csoportot hasonlítsuk össze. Ha picit talán csatlakoznék ahhoz, amit itt Boldizsár mondott. Én azt gondolom, hogy a DVSC-nek, és valószínűleg a nem valószínűleg az interjúkból, illetve a nyilatkozatokból is számomra ez tükröződik vissza, nem az lesz a Loki célja itt, hogy tovább jusson, nem feltétlenül ez lesz a játékosok elé kitűzve célként. Azt gondolom, hogy itt inkább az körvonalazódik, hogy egy jellemzően fiatal magyar magra építő csapatnak tapasztalatszerzés lesz a célja. Ugyebár ez a lebonyolítási forma, ez ha most nagyon gyorsan jól számolok, akkor ez 14 mérkőzést garantál ezen a szinten. Ez a 14 meccs, még akkor is, hogyha elfogadjuk azt, hogy elfogadom azt, amit mondtatok itt ketten is, hogy az A csoport gyengébb, mint a B. Azért azt gondolom, hogy ez még mindig a tavalyi Európa Ligánál egy picit acélosabb, azért még ez a gyengébb A csoport is, úgyhogy ez egy nagyobb kihívás lesz a Lokinak. Én annyit tennék talán hozzá, hogy tavaly mindegyik magyar Európa Liga csapatnál láttuk a Lokinál is, és talán a Lokinál, hát nem tudom, hogy a Lokinál volt a legélesebb, de azért ott egy nagyon nagy különbség van a hazai és az idegenbeli teljesítmények között. Tehát én nem vagyok abban biztos, hogy idegenben nagyon sok pontra kell számítani a Lokitól. Az, hogy hazai pályán ők meg tudnak lepni egy Budućnosztot, nem vitatkozom vele, nyilván ismerjük ennek a sportágnak a sajátosságait, elképzelhető, de én inkább afelé húzok, amit Boldizsár mondott, hogy itt a Lokinak tapasztalatszerzés, jó meccseket játszanak, és aztán meglátjuk, hogy mi történik. A B csoportra, ha gyorsan áttérünk, és akkor talán az első kérdésem az majd az lesz hozzátok, hogy A csoport versus B csoport, hogyan látjátok az erőket? Ugye a B csoportba nyert besorolást a tavalyi BL végül negyedik helyezettje az Esbjerg, ugye a Metz, akiket a Fradi ütött ki a legjobb nyolc között emlékezetes mérkőzésen. Itt van a címvédő Vipers, itt van, akkor itt egy picit a Fradi honlapján lévő sorrendet megbontom, itt van a Vipers után ugye a Ferencváros is, tehát a tavalyi első, második, negyedik itt van. Itt van az a Rapid Bukarest, akik azért az elmúlt egy-két szezonban megmutatták, hogy nem csak komoly célokat fogalmaznak meg, de azért egy erős, jó, stabil játékkal azt gondolom, hogy ők azért egyértelműen jelenleg a nyolc legerősebb közé tartoznak. Itt van ugye
a Zaglebi Lubin, itt van a Krim Ljubljana, akik számomra egy nehezen kalibrálható ellenfél és erősségű ellenfél, és itt van ugyebár az IKAS is. Hogyan látjátok, és talán itt András szólítanám meg először, mert ő nem foglalt eddig erről állást, A csoport, B csoport erőviszonyokat hogyan látod? Hogyha az A csoportnál azt mondtam, hogy a Győrnek ott kötelező az első két hely valamelyikének a megszerzése, és ugye szó esett arról, hogy az a könnyebb csoport, akkor a Ferencvárosnál óhatatlanul el kell mondani, hogy nagyon-nagyon nehéz csoport lesz, és biztos vagyok abban, hogy a hat továbbjutó az az utolsó körig nyitott lesz. Adott eset, most nem megbántva Lengyel Lubin, de én azt gondolom, hogy aki őket oda-vissza nem veri meg, attól könnyen lehet, hogy a csoportkör végén elköszönünk. Illetve még egy gondolat, én korábban azt tapasztaltam, és ez tavaly látszódott, hogy egy hármas blokkból, hogyha adott esetben egy csapat nem szerez pontot, akkor az a kör végén kiesett a Bietigheim, mert tavaly januárban három meccsen egymás után nem szerzett pontot, és ez később a végzetét is jelentette. Hasonlóra számítok itt is. Annyival hadd egészítsem ki magamat, hogy ugye amellett, hogy a tavalyi két BL döntős és még egy Final Four csapat, ugye az Esbjerg itt van, ne felejtsük el, hogy az IKAS ugye az Európa Liga címvédője. Illetve hát ugye nem címvédő, mert nem abban a sorozatban fognak indulni, de ugye a második számú európai kupa sorozat győztese is ide került, úgyhogy mondhatjuk szerintem ezek alapján, hogy a B csoport akkor egy picit erősebb. Martin, te hogy látod a Ferencváros esélyeit ebben a csoportban? Mennyire lesz elvárható a biztos továbbjutás, mennyire inkább afelé hajlasz, hogy negyed döntőt fognak játszani, sőt, ugye nyolcad döntő is akár benne lehet. Hogyan látod esetleg az új edzővel, mekkora ajándék, vagy lehetőség, vagy éppen nehézség egy nehezebb csoport? Szerintem itt ugye a BL sorsolás a harmadik, negyedik kalappal dőlt el igazán, tehát hogy az első két kalap csapatai, azok nagyjából ekvivalensek voltak egymással, tehát nyilván lehet azon vitatkozni, hogy mondjuk a két Bukarest közül melyik az erősebb, lehet, hogy a Metz mondjuk erősebb, mint a Brest, de hogy azért ezek egy kaliberben hasonló csapatok, és akkor ugye ott volt a harmadik kalapban egy Lublin, egy Sebehof, egy Ikast, és egy nem, azik ezt az utolsó kalapban volt egy Bietigheim és egy Krim, tehát hogy ott dölt el szerintem igazán, hogy ez a B csoport lesz sokkal erősebb, és akkor a végén a Debreceni Kast is egy olyan összehasonlítás volt, ami nem megbántva természetesen a Lokit, azért bőven-bőven a dánok felé billent. Tehát hogy szerintem így alakult ki az, hogy ez egy jóval nehezebb csoport lesz. Szerintem itt a Fradinak hasonló szezon néz ki, mint tavaly, ahol ugye ne felejtjük ezt, hogy Ele Gábor is elmondta még itt a búcsúzás interjúja során, hogy tulajdonképpen két körrel a csoportkör vége előtt, még az is egy teljesen reális forgatókönyv volt, hogy ők kiesnek a csoportból. Tehát, Bizony. hogy szerintem itt megint egy ilyen csoportkörre kell készülni, ahol azért a hatodik helyért is nagyon komoly harc lesz, ebben egyetértek az Andrással. Én azt gondolom, hogy igen, itt a Lubin az, ami egyértelműen kilóg, és a Fradinak gyakorlatilag szerintem a mondjuk a második, harmadik helytől a hetedik helyig bármi reálisan benne lehet. Nyilván itt tavaly is azért nagy hullámzásokat láttunk, szerintem abban is igaza van Eleknek, hogy ezzel a kerettel, ami már akkor is ugye szép korúnak számított idézőjelben, most meg egy éve még idősebb lett, ezzel nem lehet konstansan jól játszani, tehát hogy itt lesznek hullámzások, lesznek nagy vereségek, lesznek nagy győzelmek, nyilván jön egy új edző, ami megint egy plusz kockázati tényező, de azt gondolom, hogy igen, hogy a csoportból való továbbítás az meg lehet, de necces lesz ez, és lesznek olyan pillanatok, ahol nem fog jól állni a Fradi legalábbis így előzetesen, és hogy visszacsatoljak még rád egy pillanatra, a Krim szerintem is egy nagyon nehéz, meg nagyon nehezen bekategorizálható ellenfél, aki itt sok mindent összekavarhat, mert azért az elmúlt években nem voltak igazán erősek, de viszont van egy egész jó játékos államunk, egy jó szakvezetéssel, tehát hogy akár itt beleszólhatnak, ha nem is konkrétan mondjuk a
az első pár helybe, de itt az ötödik, hatodik hely körül talán nekik is lehet keresni valójuk, tehát hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon kiegyenlített csoport. Idején még annyit reagálnék igazából, hogy a sorsolás függvényében látni fogjuk adott esetben, hogy nem mindegy az, hogy a Fradi esetében éppen melyik szakaszban kapja ki, tehát hogy éppen akkor az aktuális ellenfele ellen, vagy éppen az aktuális ellenfél milyen formában lesz. Adott esetben egy példa konkrétan, amikor az elején tavaly a Fradi a Bietigheimet kikapta, ott egy bomba jó formában lévő Bietigheimmel találkoztak, és a vége az lett konkrétan, hogy ugyan a Fradi a csoportkörbe kikapott, de a végén a Fradi nevetett. Tehát akár történhet ilyen is. Egy biztos, hogy amit mondtam is, hogy aki a Lubin csapatát oda-vissza nem veri meg, az szerintem akár a továbbjutása is veszélybe kerülhet. Kíváncsi vagyok, hogy olyan Boldizsár éppen a Fradi kapcsán esetleg pozitívabban látja-e a sorsolást és az esélyeket. Sokkal pozitívabban nem látom, mint ti. Szerintem minden, amit elmondtatok, az utolsó szóig így lehet. Tehát az utolsó körben is még azért kell majd valószínűleg izgulni, vagy azért izgulhatunk, hogy ki jut tovább ebből a csoportból. Reméljük, hogy ezt a Fradi már addigra megugorja, és nem kell a legeslegutolsó pillanatig itt a körmünket rágni. Nekem azért itt a Ljubljana mellett a Rapid is ilyen sötét ló kategória. Ugye Korsos Dorináék egy olyan kerettel jönnek idén, amiből bármi lehet, és annak az ellenkezője is körülbelül. Viszont bennük van tényleg a legnagyobb up is, és egy elég nagy bukás is szerintem. Aztán ebből, ahogy mondtam, bármi kijöhet. Meglátjuk, hogy mit sikerül ebből a Bukarestből kihozni. Szerintem itt Martinnak volt talán egy olyan mondata, hogy a harmadiktól a hetedik helyig bármi lehet ebből. Én is ezt látom magam előtt. Itt az első kettő, az a Fradinak szerintem idén nem biztos, hogy kinéz, de ahogy ezt az idei szezonban láttuk, lehet, hogy ez annyira nem is baj. Én nagyon kíváncsi vagyok, mert abban szinte biztos vagyok, hogy a Vipers mindenkinek elvisz egy helyet az első kettőből. Kit láttok a másik fix továbbjutónak a B csoportból? Mert azért, hogyha itt ránézünk erre a listára, azért van egy SBR, van egy Metz, van egy Rapid Bukarest. Bármennyire is, ugye jó magyar pesszimizmus, ki ne higgyen a Fradiban, vagy ki legyen az, aki nem hisz a Fradiban, ha ne pont a magyarok. Papíron ugye a második helyezett, tehát az ezüstérmesről beszélünk, tehát logikusan akár azt is mondhatnánk, hogy hát nyilván a Fradi lenne a második helyezett ebben a csoportban. Ugye itt van a második számú kupának a győztese, egy fiatal, feltörekvő dán csapat. Úgyhogy menjünk nagyon gyorsan körbe, és akkor A és B csoport első két helyezettet mondjatok nekem. És kezdjük talán Andrással. A csoport első kettő, kit látsz? Ez nálam nem is kérdés. A Győr és a CSM Bukarest az A csoport első két helyezettje. A sorrend az lehet, hogy fordítva lesz, ezt nyilván ez majd a jövő zenéje, de abban biztos vagyok, hogy ez a kettő csapat nagyon jó eséllyel ott lesz, már egyeneságon a legjobb nyolc között. És a B csoportban. A B csoport az annyira hektikus, hogy bármi történhet. A Vipersnek megelőlegezem én is az automatikus legjobb nyolc közé jutást. Ha a Metz összeáll a végére, akkor szerintem oda tud érni ő is az automatikus legjobb nyolcba. Oké. Boldizsár. Te hogy látod? A csoport 1-2, B csoport 1-2. A csoport 1-2-nél nálam is egyértelműen a Csesszeme és a Győr. Szerintem a Győr lesz itt a csoport győztes.
azért a Bukarestnél elő szokott fordulni az, hogy nagyon elkezdenek gondolkozni, hogy kit szeretnének magukkal vinni, kit szeretnének kiejteni, hogy szeretnének tovább jutni, úgyhogy én ezt megelőlegezem a Győrnek a csoport elsőséget, a Cseszemének pedig a második helyet. A B csoportban én is a Vipert teszem az első helyre. Nálam a másodiktól akár a hetedik helyig bárki, tehát hogy az én fejemben ez tényleg annyiféle forgatókönyv lefutott, hogy bárki odaérhetne. Én mégis a Metszet mondom, azért ennek a Metsznek szerintem sorozatterhelésben sokkal jobban ki fog jönni, aztán majd meglátjuk, hogy a tavasszal, amikor igazán fontos, amikor idén is igazán fontos lett volna, akkor majd hogy alakítanak. Oké. Martin? Nagyon unalmas lesz az adás, mert nálam is ugyanezek a csapatok vannak. Én is azt gondolom, hogy Győr hozza a csoportot, Bukarest a második, és a Vipers meg én is a Metszet teszem azért, mert szerintem, ha az elmúlt szezont nézzük, akkor a Fradi elleni mondjuk második félidő flow vadást leszámítva, a Metsz talán az egész BL sorozat legstabilabb csapata volt, legkisebb pozitív és negatív kilengéseket, tehát szerintem ők egy ilyen 14 meccses, amit mondtuk is, hogy hosszú csoportkör, hónapokon keresztül ez nekik feküdni fog, úgyhogy én is azt gondolom, hogy ők futnak be a második helyre. Fú, na akkor most kellene azt csinálni, hogy direkt már csak azért sem ugyanazt mondom, mint ti. Az a baj, hogy az A csoportból én is azt látom, hogy nem nagyon vannak opcióim. Tehát még a Breszten tudnék esetleg elgondolkodni, de nem fogok hosszasan. Tehát én is azt gondolom, hogy itt Eto, Bukarest, és én szerintem ebben a sorrendben szintén. Tehát én is azt gondolom, hogy az Eto nyeri a csoportját. Mindazonáltal azért ugyanazt mondjuk el, amit a Fradinál már egy picit említettünk, hogy azért itt is új edző lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bár biztos, hogy az első kettőben lesz az Eto, én azt gondolom, hogy lesznek meglepő eredmények, és egy Brest, egy Buducnost, egy Bietigheim, egy Odenzát, nyilván pont az Odense, meg tudhat lepni akár meglephet akár egy olyan Győrt, amelyik még nem állt össze, és kicsit, hogy mondjam, egy zavarodott állapotba kerül, de a végére szerintem pontosan ezek a csapatok egymást körbeverik, és ezáltal a Győrnek azért a mély játékos kerete miatt azért meg lesz a csoport első két hely egészen biztosan. A túloldalon én azt gondolom, hogy én akkor mondok mást, jó? Már csak azért is, hogy más legyen. Én azt mondom, hogy SBR Vipers, és ebben a sorrendben. Azt gondolom, hogy a Vipers nem biztos, hogy szét fogja magát hajtani a csoportkör minden elemében és minden részében. Szerintem azért nagyon nehéz három siker után neki menni egy negyediknek. Nem tartom kizártnak, hogy lesznek apró motivációs problémák is. Sok minden fog itt történni. Azt se felejtsük el, hogy olimpiai éve lesz. Lehet, hogy némelyik játékos egy picit azért el fogja tolni, és kicsit féloldalasra veszi a szezont, és lehet, hogy ez ebben a csoportban okoz majd egy-két meglepő eredményt a Vipersnek, és valamiért én azt gondolom, hogy nem a Metsz, hanem az SBR lehet rájuk a legveszélyesebb, esetleg a Rapid Bukarest. De valamiért inkább az SBR-et mondom. És én nekem személyes komment, nagyon kíváncsi vagyok itt több csapatra is, az IKASZ-ra is, akik ugye hosszú idő után térnek vissza a BL-be, és az új edzővel érkező Ferencvárosra is, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan alakul. És hát ugye a Rapidnál az is kérdés, hogy Kim Rasmussen ugye ilyen 4-5 hónapnál tovább marad egy helyen, szurkolunk neki. Azért megint nem az életbiztosítás az, ami rávár valószínűleg, de hát ha. Nem derült ki, hogy ő mit tud. Szerintem ezek alapján, a meccsek alapján őszintén szólva nekem talán ennyi lenne a kommentem. Na, mármint nagyon gyorsan nézzük. Kerettel. Bocsánat, mármint arra gondolsz, hogy ezzel a Rapid kerettel.
Én az előző évi BL teljesítményére gondolok. Belefutottak, ugye ők játszottak a Vipers-szel a negyeddöntőben, ha jól emlékszem. Belefutottak egy nagyon jó Igen. Vipers-be. Egy nagyon-nagyon jó Vipers-be, akik nem tudtam eldönteni, hogy 15 percig vették komolyan, és eldöntötték a párharcot az alatt, vagy volt tényleg egy olyan 15 percük, amivel nem lehetett mit kezdeni, és amúgy meg 105 percig közelpariban volt velük a Rapid. Nem derült ki számomra, hogy Rasmussen és ez a keret mennyire tud együttműködni, és mennyire kompatibilisek, és ez mennyire működőképes. Vagy Elnézve csak ugye úgy. azt, amit elmondtunk a csoportról, én elképzelhetőnek tartom azt is, hogy ő ennek nagyon hamar megint áldozata lesz ezeknek a körbeveréseknek. Ezt én is nagyon könnyen el tudom képzelni, és kulcs lesz az konkrétan szerintem, hogy melyik edző hogyan időzíti a formáját adott esetben a csapatnak ebben a szezonban. És ebben azért az idei szezonban láthattuk, meg már az előző szezonokban is láthattuk, hogy van néhány olyan edző, különösen az északiak, akiben ebben nagy mester. Gondolok itt arra az Ole Gustav Gjekstadra, aki a Vipers-től az Odenzéhez ment. Érdekes lesz, és Az hát biztos. ugye most június vége van, szeptemberig még várnunk kell azzal, hogy ez kiderüljön egész pontosan, hogy hogyan fog kinézni. Térjünk át akkor a férfiakra, ott is megtörtént a sorsolás, és ott is két csoportra bontották a mezőnyt. Ugye a férfiaknál is kettő csoportra oszlik a mezőny, A, B csoport, itt két magyar csapatnak szurkolhatunk. Azt hiszem, hogy ezt már megszoktuk az elmúlt nagyon sok évből, OTP-ben a PIK Szeged, illetve Telekom Veszprém, ez lesz a két magyar csapat továbbra is, és akkor nézzük a két csoportot, a beosztást, csoportbeosztást. Az A csoportban ott lesz a tavalyi ezüstérmes Kielce, a tavalyi bronzérmes helyett a tavalyi negyedik helyezett PSG, a THW Kiel, itt lesz a Zágráb, az Aalborg, ide kapott besorolást a Szeged, melléjük került az Eurofan Pelister és a Kolstad, vagy Kulstad, de ezt megmondom őszintén, hogy most már a következő adásra utána fogok pontosan nézni, hogy jól tudom-e, hogy Kulstadnak kell mondani ezt a norvég csapatot, vagy norvég várost. Ez az A csoport, és a B csoportban ott van a GOG, a Veszprém, a Barca, a Magdeburg, a Wisla Plock, bocsánat, a Montpellier, a Porto és a Celje. Nézzük meg itt is a két csoportot, próbáljuk meg összehasonlítani, van-e erősebb, van-e gyengébb csoport, vagy azt mondjátok, hogy teljesen mindegy már ezen a szinten, ugye a közhely szótár legszebb, legékesebb mondatával élve. Martin, hogy látod a két férfi csoportot? Szerintem itt nincs annyira egyértelmű hierarchia a kettő között, de nálam egy picivel a B csoport gyengébb, így az előzetes esélylatolgatások, keretek, stb. Alapján, aztán lehet, hogy a gyakorlatban ugye nem ezt fogjuk látni, hiszen ugye az előző szezon előtt is azt gondoltuk, hogy a Veszprém csoportja gyengébb, aztán azért abból a négyesből ugye a GOG és a PSG is ugyanúgy bejutottam. A Final Four-ba, tehát hogy ezt azért ilyen szinten nem lehet megmondani, hogy nyilván, ahogy te is mondtad, olimpia, éve jön, hosszú szezon, ez mind-mind lehet szempont, de nálam egy picivel az A csoport azért erősebb. Ugye itt annyit még talán gyorsan érdemes, ezt lehet, hogy a felvezetőben illet volna elmondani, hogy azért itt némi meglepetésre kaptak bizonyos csapatok szabadkártyát. Ugye kimaradt például az a Bukarest, ahova Rosta Miklós is eligazolt. Helyettük kapott többek közt ugye az újdonsült norvég sztár alakulat, a Kulstad is szabadkártyát. Erről már azt hiszem beszélgettünk a szabadkártyákról múlt héten, Boldizsár, hogy látod a csoportokat? Én nem értek egyet Martinnál feltétlenül. Szerintem a B csoport legalább annyira erős, mint az A, ha nem valamivel erősebb. Természetesen azért itt az nagyon sokat számíthat, hogy a GOG mennyit gyengül. Ezt azért elmondhatjuk, hogy azért a GOG-nak ez egy nagyon erős szezonja volt. Meglátjuk, hogy mennyit gyengülnek. Aztán itt azért a Plockot érdemes kiemelni, nagyon jó keretük lesz, aztán ugye vannak olyan hangok, mely szerint Nenadics majd előbb-utóbb ott köthet ki, de így is Alilovics-sal,
ugye újonnan igazolnak egy Miha Zarabecet, tehát irányítóban is azért eléggé jól el lesznek látva. Szerintem rájuk érdemes lesz odafigyelni. A Montpellierben mindig lehet egy-egy jó meccs. A Portot és a Celjét egyelőre nem tudom hova tenni, úgyhogy nekik ez majd szerintem így útközben kiderül, hogy mit tudnak. Az alcsoportban ugye ott nem kell bemutatni a Kielce, PSG, Kiel 3-ast, azért szerintem nem kell bemutatni, viszont az Aalborg szerintem már nincs azon a szinten, mint amin volt, amikor BL döntőt játszottak. Ugye Szegedről tudjuk, hogy egy átmeneti szezon jön Szegednél. Aztán meglátjuk majd, hogy ez a Kolstad, én hívnám Citynek igazából ezt a csapatot. Meglátjuk, hogy mennyire tudnak beleszólni majd itt a nagyok dolgába. A konvencionálisan nagyok dolgába. Ugye egy dolgot itt gyorsan javítsunk, nincs olyan, hogy átmeneti év. Ezt hallottuk, tudjuk, tartsuk magunkat ehhez, kérem. Nincs átmeneti év a Szegednél, ez egy tudatos építkezés éve lesz. Meglátjuk, hogy milyen eredménnyel. András, te mit vársz a két csoporttól? Hogyan látod az A Hát és a B jelű nyolcasokat? én igazából a B csoportot egy nagyon-nagyon hangyányit erősebbnek látom, és ugyan annak ellenére, hogy én ott azt érzem, hogy a hat továbbjutó az szerintem előzetesen én úgy látom, hogy már lehet sejteni. A sorrend az, hogy ki lesz az első két helyen, az már egy másik történet. Az A csoportban ott hét csapatot érzek, akik közül hat érhet oda, ugyanúgy, mint a nőknél, és én az Eurofan Pelisterben nem érzem azt, hogy tovább tudna jutni, de sose lehet tudni. Egy nagyon-nagyon érdekes csoport a Szegedé is, a Veszprémé is. Az biztos, hogy amit a Győrnél mondtam, hogy a hölgyekre visszakanyarodva, hogy nekik muszáj az első kettővel odaérni. A Veszprémnél ott fontos lenne az, hogy az első négybe legyen ott lehetőleg szerintem, akkor talán egy tavasszal egy olyan ágon azért talán oda juthat. Előbb a nyolc közé, aztán meg remélhetőleg a Final Four-ba, de hát láttuk ugye tavaly is, hogy, vagy hát idén tavasszal, hogy kikapták a Kielcét, hiányzott a Ligetvári Patrik, aztán úszott a második meccs nagyon simán. Na hát én akkor itt belevágnék abba, hogy akkor picit nézzük nem csak a két csoportot, hanem a két magyar csapatot is, hogy ugye mit várhatunk tőlük. Ugye azért itt már tettetek arra említést, hogy hova várjátok, hogy mit láttok nagyjából ezektől a csapatoktól. A Veszprém kapcsán én megmondom őszintén, azt látom, ahogy olvasgattam a cikkeket, a véleményeket, a kommenteket, hogy nagyon durván megosztott lett a közvélemény és a rajongói tábor, de akár még a Veszprém saját rajongói tábora is azzal kapcsolatban, hogy mi is várható a csapattól. Ugye hivatalos elvárás célkitűzést én azt gondolom, hogy az évnyitó ankétig nem fognak megfogalmazni, de elnézve az igazolásokat azért nehezen elképzelhető, hogy ilyen szintű sztárdömpinget azért hoznának a bakonyba, hogy ne a Final Four legyen a cél. Tehát szerintem nyugodtan kiindulhatunk abból, hogy a Veszprémt a Final Four az elvárás. Ennek fényében ti hogy látjátok a csoportjukat? Hogy látjátok, hogy mik lehetnek itt a döntő tényezők? Kezdjük talán akkor a Veszprémmel, a Veszprém szezonjában. Ugye itt András azért már elővezetett egy pár dolgot. Alkalmasnak érzitek ezt a jövő évi veszprémi keretet? Ami ugye nagyon sok ponton változik megint. Mennyiben összeállnak, akkor maximálisan kellően erős a keret. Itt az lesz a kérdés szerintem, hogy mennyi idő kell a csapatnak, amíg egyrészt megszokja a Momir Ilić által alkalmazott rendszereket, illetve hogy az éppen igazolt játékosok mennyire szoknak össze egymással. Ha ez minél előbb megtörténik, akkor annál messzebb tud jutni a Veszprém. Martin, te hogy látod jövő évi keret? Távozók, érkezők, esélyek.
Hát ezért kicsit felhúztam a szemöldök, mert akkor András azt mondta, hogy itt az első négybe kell kerülni ebben a csoportban, mert szerintem a Veszprémnek jövőre egy olyan kerete lesz, amivel egyszerűen nem lehet mismásolni. Tehát, hogy itt kőkeményen az első kettőben kell végezni a csoportban, és onnan egyeneságon a nyolcból meg be kell jutni a Final Four-ba. Tehát, hogy szerintem itt már egyszerűen tényleg egy olyan keret állt össze, amiben egyébként zárója szerintem vannak kérdéses posztok, erről lehet, hogy majd beszélünk valami következő adásban, vagy akár most is kinyithatjuk. Jó, például szerintem az irányító kérdés az egy izgi dolog lesz. Ugye azzal a Máéval, aki mostanában nem igazán játszik, ugye jön Casado, akivel kapcsolatban azért megosztanak a vélemények, hogy ő mennyire ez a szint, Remilit nem tudom, hogy hosszú távon akarják irányítóban használni, ugye az látszik, hogy ez megy neki, tudja, válogatottban is láttuk, de ugye kérdés, hogy hol nyersz vele többet jobbátevőként vagy irányítóként, szóval, hogy vannak itt szerintem strukturális kérdések, amiket meg kell oldani, meg egókat kezelni kell, de ezzel együtt ez a keret, ez szerintem minden idők egyik legjobb Veszprém kerete, nyilván nem látunk mindenhova, meg nehéz is ilyen sportág történeti távlatokban gondolkodni, de hogy azért ez egy borzasztóan erős keret, tehát szerintem itt még csak olyan botlások sem férnek bele, mint tavaly, amit láttunk, hogy azért egy Bukarest meccs, egy Zágráb, egy GOG, tehát szerintem itt azért, hogyha ősszel megint ezt látjuk, hogy azért itt hazai pályán mennek el, pontok idegenben vannak, kilátástalan meccsek, azért megint fel fognak erősödni a hangok, főleg úgy, hogy nyilván ez nem egy reprezentatív kutatás, de én azért követek sok szurkolói fórumot, hozzászólást, stb. És én azért azt látom, hogy a többségnél ez a bajnoki cím, ez csak egy ilyen, hát egy ilyen rövid távú sebb tapaszt volt, tehát hogy azért a legtöbben azt gondolják, hogy ettől függetlenül azért a szakmai vezetés kérdése nem megoldott, hogy Ilics nem biztos, hogy ez a szint, és hogyha itt meg... Elfogyhat szerinted a türelem néhány rossz eredmény miatt, akár már ősszel is a Veszprém házatáján a szakmai stáb felé? Tehát Ilics és Gulyás helye akár veszélybe is kerülhet? Azt mondod, hogyha beleszaladnak megint ilyen tavalyhoz hasonló meglepetés vereségekbe? Hát én nem lennék meglepve, ha azért össze pár edző így gyors hívón lenne, mondjuk Csík Zoltánnál vagy Nagy Lászlónál, mert ugye az a helyzet, hogy az Ilicsékkel mindig ugye szezon végén hosszabbítottak eddig is, és ugye ilyenkor bekerül az ember abba az ördögi körbe, hogy kézilabdában mikor lehet jó edzőt váltani, hogyha szezon közben váltasz, akkor ugye annak van egy rossz optikája, hogy te egy olyan csapat vagy, aki novemberben elküldi az edzőt, de közben, ha a szezon végén, akkor még ugye nyilván a maradékból tudsz válogatni. Tehát ugye Ilicseknek jövőre lejár a szerződés, ugye megint, mert most ugye az opció hosszabbodott tovább, de ugye megint lejár a szerződésük. Szerintem, ha itt ősszel nem, nincs egy stabil teljesítmény, és nem azt mondom, hogy esetleg egy-egy csoportmeccsen egy-egy gólos vereség nem fér bele, mert miért ne férne bele, de hogyha azért tendenciózusan látjuk azt, hogy a játék se jó, be is csúsznak rossz eredmények, akkor szerintem itt azért könnyen lehet, hogy már ősszel is megint fel fognak erősödni az edző kérdések. Meglátjuk. Én azt gondolom, hogy itt teljesen egyértelmű elvárás az első két hely Veszprém számára, meg akkor is, ha van egy Magdeburg. Igen, a Montpellier mindig veszélyes, a GOG-t láttuk tavaly, hogy jók, de azt gondolom, hogy itt ez már az a szint, amikor nem lehet így mismásolni ilyen egyrészt másrésztekkel, meg kifelé pattant a labda, meg nem úgy fújt a szél dolgokkal. Én azt gondolom, hogy ha itt szabad csatlakozni, én nagyon egyetértek azzal, amit a Martin elmondott. Ha végig gondoljuk, hogy milyen kerete lesz jövőre a Veszprémnek, akkor gyakorlatilag elmondhatjuk azt, hogy ebben a keretben tényleg a cserejátékosok is nagyon komoly szintet képviselnek, nemzetközi szintet. A világklasszis szóval és annak mindenféle szinonimájával én azért csínyen bánnék, én nem szeretem, amikor ezt mindenkire ráhallgatják így különböző közvetítésekben egy-egy jó megmozdulás után, de azt gondolom, hogy ha megnézzük ezt a Veszprémi keretet, azért mondjuk például a bal szélen azért egy Bundesliga gólkirály, EB All-Star, izlandi válogatott, meg egy hát mindent megnyerő francia válogatott játékos van. Irányító kérdés valóban nehéz lesz, érdekes lesz, én inkább azt gondolom, hogy ott nem a képességekkel lesz a gond, ha lesz gond valamivel, hanem sokkal inkább azzal, hogy láthatóan Máénak a helyét nagyon-nagyon keresik, próbálják megtalálni, de ez úgy tűnik, hogy itt talán a kémia sem az igazi
a játékos és a szakvezetés között. Azt gondolom beállóban nem tudom, vagy azt gondolom, hogy nem biztos, hogy volt ilyen erős beálló sora a Veszprémnek valaha, mint ami jövőre lesz. Viszont ott van például megint a balátlövő poszt, ahol bár Koszorotov nagyon sokat fejlődött és fiatal, de azért ugye itt kérdés, hogy mondjuk Elderát oda számoljuk-e. Nem biztos, hogy mondjuk ez a balátlövő sor ez egészen olyan, amilyen kellene, hogy legyen. Tehát vannak nagyon-nagyon erős posztok, és azért vannak kérdőjelek, és ahhoz mérten, hogy némelyik poszt mennyire, és talán jobb átlövőt lehetne még kiemelni, hát ez a Jaumar Remili Sandel 3-as, ez azért nagyon, nagyon durva, hogy három ilyen balkezes egy csapatban összejött. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt hogyan fogja tudni koordinálni a szakmai stáb, mert én sokszor azt éreztem az elmúlt 2 évben, hogy a lehetőségek, az erőforrások, a nevek rendelkezésre álltak, de valahogy nem állt össze ez a Veszprém, és azt gondolom, hogy ez lesz itt az igazi kérdés, hogy idén egyáltalán összeáll ez a veszprémi csapat, és ha nem, akkor nagyon egyetértek azzal, amit Martin az edzőkről mondott, és biztos vagyok benne, hogy ezt nálunk még sokkal jobban tudja az a Nagy László, akinek ezt a döntést meg kell hoznia, és kicsit azt gondolom, hogy ő most olyan, mint az a bizonyos elnök, aki a piros gombot szugerálja már néha az irodájában. Nem tudom, hogy Boldizsárnak, Andrásnak van esetleg valami a Veszprémről még, ami nem hangzott el, vagy térjünk át esetleg a kicsit a Szeged helyzetének elemzésére. Igazából, amit tulajdonképpen te is elmondtál, hogy engem pont, hogy azok a, illetve amit mondtatok, hogy egy-egy vereség oké, becsúszik. Jó, de nem mindegy, hogy ez adott esetben Montpellier-ben csúszik be, vagy mondjuk éppen Barcelonában, ahol szerintem eleve egy kalkulált vereség. Tehát Ezzel ebbe azért teljesen annyira nem mennék egyetértek. biztos, hogy a barcelonai mérkőzés az egy kalkulált vereség lenne ennek az erősségű Veszprémnek, ahogy elmondtátok már, itt ez egy tényleg ez egy nagyon erős veszprémi keret, de azt azért említetted, Karesz, a jobb átlövő pozíciót, hogy azért ott Yahia sérült, és nem tudjuk, hogy mikor és hogyan fog visszatérni. Remiliről említettük, hogy lehet, hogy irányítóként számolnak vele, akkor viszont csak Sandell maradt, és ha Maiernak nem sikerül megtalálni a helyét, Casadónak pedig ugye idő kell nyilván, amíg beilleszkedik. Én nagyon bízom benne, hogy ez nem fog rámenni az első 2-3 BL fordulóban egy-egy pont hullajtásra, de nem lepődnék meg, hogyha nem lesz az eleje olyan olajozott, mint amilyennek ezt mi szeretnénk. Én inkább a VB előtti, a EB előtti, bocsánat, pár mérkőzést, az utolsó mérkőzések, amiket télen lejátszanak, azokon érzem azt, akárki is lesz ott az ellenfél, ugye nem tudjuk még a meccsek sorrendjét, hogy ott lehet az, ahol bukhat Momirilics és Gulyás Péter. Tehát azt mondod, hogy szeptember-október az lepörög, sikerül, ahogy sikerül, és ha van döntés, az inkább szerinted november-decemberre, vagy magára az EB-re lesz időzítve. Hasonlóan igen, nyilván nem mindegy, ahogy mondtam, hogy ki ellen, milyen sorrendben, mert hogyha mondjuk bekezdenek egy mondjuk Portóval, meg egy Montpellier-vel, és van belőle mondjuk egy pont, akkor azért valószínűleg az nem fog olyan jól mutatni, és akkor Nagy László keze is viszketni fog arra a piros gombra, amit említettél. Szabad egy picit itt a Veszprém múltjával humorizálni, azért Ploczban döntetlen ne érjenek el, mert az nem életbiztosítás, ezt ugye már Ortega óta tudjuk. Na de akkor nézzünk át délre, az Alföldre, Szegedre, a nem átmeneti, átmeneti évre. Hogyan látjátok itt ebben a csoportban és általában a Szeged helyzetét? Ugye fiatal magyar edzővel vágnak neki, picit megfiatalított, picit magyarított kerettel, plusz aztán néhány, talán mondhatom, hogy sok helyen sokszor megpróbálták értelmezni, de igazán nem értelmezhető igazolással, pótlólagos igazolásokkal.
Mit lehet ettől a Szegedtől várni a 2023-2024-es szezonban? Jó kérdés. Hát szerintem a Szegednél, sajnos nem tudjuk, hogy mivel kezd, egy nagyon-nagyon, én sötét lónak érzem őket. Ha jó napja van, akkor meg tudják izzasztani akár a Kielt, ha rossz napja van, akkor kikaphatnak akár Zágrábban. Most a Zágrábban, ha kikapnának, az eléggé kellemetlen lenne, már csak azért is, mert akár, mint mondtam korábban, ez egy olyan csoport, hogy egy váratlan vereség akár a kiesést is jelentheti, szerintem. Martin, te hogy látod? De egyébként a keret nem gyengül annyival, mint amennyire talán mi is ezt beállítottuk, szóval szerintem, ha posztonként végignézzük, akkor ugye jobb szélen megy el Radivojevic, és ugye odaérkezik vissza Szilágyi. Ott azért nem érzem ezt egy jelentős visszalépésnek, mert nyilván Radivojevic egy jobb játékos, mint Szilágyi, de ugye egyébként is azért a szezon nagy részét Hostalics egyedül játszotta le, azért egy stabil játékos azon a poszton, szerintem ott igazán komoly gond ebből akkor lehet, hogyha mondjuk megsérül a Soster is, nyilván ez bármikor benne van, tehát hogy ezzel akár lehet számolni, de úgy tűnik, hogy most a vezetőség nem számolt, ugye beállóban lesz az iszonyatos túltelítettség, ami ugye azért érdekes, mert Báhidi Bence nyilatkozott a harmadik félidőben, és akkor rákérdeztek, hogy miért van 4 beálló, hogy ez esetleg az ő egészségi állapotával van összefüggésben, akkor azt mondta, hogy hát megmondja őszintén, hogy ő se tudja pontosan, hogy miért van 4 beálló, de minden Ez esetre azért, ott ugye... bocsánat, hadd vágjak itt közben, ez azért egy furcsa interjú Hát volt. Tehát minden... ilyet nagyon ritkán hallani, ugye Bánhidi Bence azért mondhatjuk szerintem, hogy az elmúlt években meghatározó alakjává nőtte ki magát a szegedi kézilabdázásnak. Ilyen szintű kiszólást azért ritkán látunk bármelyik csapatsportágban. Idevágva szerintem, hogy én elképzelhetőnek tartom azt adott esetben, hogy a 4 beállóból az egyiket simán csak védekezésben alkalmazza a szakember. Én ezt... Sőt, kettőt, én azt gondolom, hogy ez lesz amúgy a megoldás. Majdnem biztos vagyok benne, hogy Carrara és Gaber támadásban csak nagyon sörmeccseken és nagyon vészhelyzetben lesznek fent. Szerintem És egyébként a azért... Gáberhez, bocsánat, hogy a Gáberhez szerintem a spanyol beállós lesz az, aki csak védekezik, mert ő elméletileg évek óta nem támadott, és neki nem is beálló az eredeti posztja, hanem balátlövő. Tehát szerintem igazad van, csak ott van egy ilyen csere, hogy valószínűleg a spanyol lesz az, aki Kaleres mellett csak védekezik. Bocsánat. Bocs, én csak annyit szerettem volna mondani, hogy viszont ez így nagyon érdekes, amit mondtok, mert így viszont az is előfordulhat, hogy a 4-ből lassan a végére egy sem marad, aki támadni tudná. Ha esetleg Bánhidi egészségi állapota nem engedi, Gaberről tudjuk, hogy sérülékeny, folyton sérült. És hát Kalerást ő sem nagyon ismerjük. támadott, azért Gáver sem Igen. nagyon támadott az elmúlt mondjuk 4 szezonban, ahogy így most, mondjuk a Covid óta. Tehát, hogy tényleg 2020, de mondjuk legkésőbb a Rostamiki érkezése óta, Gáver szerintem fontos, magas szintű tétmeccsen, támadásban, 3-nál több támadó szekvenciára nem tudom, mikor volt fenn. Ugye mondjuk a BL döntő óta, vagy BL elődöntő óta tudjuk, hogy ez semmit nem jelent, de azért mégis. Igen, és ugye még itt a Tönnészen helyére érkezik ugye a lengyel átlövő. Azt gondolom, hogy ott sem lesz igazából visszalépés, mert a Tönnészen sem volt egy meghatározó játékos, azt szerintem jobb átlövőnek az lesz a nagyon nagy kérdés, hogy Stepancsics hadrafogható lesz-e végre egy 4-5 év után, mert ha nem, akkor szerintem ott komoly gondok lesznek, azért García Endiáról szerintem kiderült, hogy ügyes, meg akar, meg ő az, aki még úgy lő is kapura a jobb átlevők közül Szegeden, de azért bőven nem ez a szint, és azért meglepődnénk, hogyha a lengyel srác, meg akkor is, hogyha ugye rengeteg gólt szerzett a svéd bajnokságban, de azért meglepődnénk, ha ő ezt a BL-be is át tudná menteni. Tehát szerintem igazából a keret az egy vállalható BL keret, még akkor is, hogyha a BL-mes reményei nem lehetnek a Szegednek. Én azt gondolom, hogy itt a hatodik hely egy reális elvárás, azért a Pelisztert és a Zágrábot szerintem előznie kell a Szegednek, és akkor ezen felül én azt gondolom, hogy azért illene hazai pályán legalább egy-két bravúr pontot hozni, hogy azért mégis jobb legyen a szájíz.
De előzni Maxim az Aalborg Kulsztad párosból, ha valamelyik nagyon-nagyon leolvad, ami azért egyébként benne van, mert azzal egyetértek, hogy az Aalborg sem olyan már, mint mikor BL-döntőt játszottak, illetve a Kulsztad ugye egy frissen érkező nagy tőkeinjekcióval rendelkező klub, de azért látom már ilyeneket befürödni pont az első szezonban, tehát hogy ezt nehéz így előre kiszámolni, de azt gondolom, hogy itt a Szegednek a hatodik hely néz ki reálisan ebben a csoportban, és annál erőlébb még akkor sem, hogyha itt kiderül, hogy az új edző mondjuk felszabadít néhány játékost, és eznek esetleg lesz valami pozitív hatása a teljesítményre, akkor sem nagyon fognak végezni. Én egy vagy két dolgot hadd reagáljak le abból, amit elhangzott. Az egyik a Kulsztaddal kapcsolatos. Tény, hogy a klub egy új kreálmány, úgymond, bár 72-ben alapították, de ugye ez a tőkeinjekció, ez valóban most érkezett meg egy-két szezonnal ezelőtt. Azért a játékosoknak meglehetősen nagy rutinja van, ráadásul ugye norvég válogatottakra is épít, és ugye most már csak volt norvég szövetségi kapitánya, vezetőedzőjük. Tehát azért itt ezeket szerintem ne felejtsük el, és ne hanyagoljuk el, mint szempontokat. A másik dolog pedig, ami érdekes számomra a Szeged kerete kapcsán, és egy picit visszakapcsolnék arra, amit Martin mondott itt az átigazolásokról, meg arról, hogy a kézilabdázásban ezek a dolgok hogyan működnek. Ugye gyakorlatilag a Szegednél látjuk azt, hogy mi történik akkor, hogyha nem születik döntés időben. Tehát ez a keret, ez szerintem tökéletes folyamánya és tökéletes végeredménye annak, amit ugye tavaly átélt a Szeged és a szegedi közönség, mégpedig az, hogy nem volt meg az a központi figura, az a vezetőedző, akinek az igényei szerint fel lehetett volna ezt a jövő évi keretet építeni. Nyilván itt ugye a pletykákról hallottunk, én azt gondolom, hogy biztosra vehetjük, hogy ez a Dusebajev vonal, ez egy nagyon erősen élő és nagyon sokáig élő vonal volt. Egész egyszerűen a Szeged beleragadt ebbe a Dusebajev történetbe, végül ugye úgy alakult, némi veszprémi ráhatással is, meg a kielcei szappanopera sokadik felvonásával és évadával is, ugye oda jutottunk, hogy a Kielce megmenekült, Dusebajevék maradtak, és a Szeged lett az, aki tulajdonképpen nagyon csúnyán hoppó maradt ebből a történetből. És igen, itt látjuk, hogy ha májusban, júniusban kezdesz el a piacon válogatni, nem megbántva ezeket a játékosokat, nyilván az én kézilabda tudásomtól dimenziókkal följebb vannak, de még a nemzetközi átlagban is azért bőven fönt vannak, a felső részen vannak a nemzetközi átlagnak, de azért egy BL keretben valószínűleg ezek a játékosok normál körülmények közt és normál lefolyású események sorában nem biztos, hogy lehetőséget kaptak volna. Én azt gondolom, hogy a Szegednek, és eddig ez egy picit inkább a negatív része volt a dolognak, ez lehet pont a pozitívuma, hogy vajon ezek a játékosok, akiknek ez egy életre szóló lehetőség, mert a lengyel jobb átlövőnek például, vagy éppen mondjuk Mulinának, valószínűleg nem nagyon adatott volna meg a BL, mint lehetőség. Én azt gondolom, hogy ez egy-egy meccsen, főleg egy jó teltházas szegedi csarnok előtt, ez bizony hozhat pontokat, bravúr pontokat. Hosszú távon viszont nem gondolom, hogy a Szegednek a Final Four-ra ettől lennének esélye, sőt, én azt gondolom, hogy már a 8 közé jutás is bajos lesz. De szerintem ez a csapat okozhat nagyon kellemes meglepetéseket a főképpen a hazai közönségüknek. Urak, egy dolog maradt még itt az AB csoporttal a férfi BL kapcsán. Szeretnék itt is kérni egy első két helyezett tippet. És látom, mindenki megmozdult, és mindenki elkezdett gondolkodni. Talán nem annyira egyértelmű, és szerintem itt azért többféle tippünk lesz. Úgyhogy én azt szeretném, hogy mi is volt itt a sorrend. Martin, kezdjük most nálad, jó? Jó, hát ugye rólam lehet tudni, hogy a tippelés nagy erősségem, úgyhogy mindenki rohalt a fogadóirodákhoz megtenni ennek az ellenkezőjét. Disclaimer, amit most a Martin mond, azt ne rakjátok föl szelvényre, mert minden pénzetek elvegy. Az ellentétjét. Így van, tehát ezeket a csapatokat ne rakjátok! Kieső helyre, rögtön. Na akkor nézzük az alcsoportban. Hát én itt mondom a papírformát, a Kielce PSG,
A Kielnél annyi zárójelet teszek, hogy ugye a német csapatoknál azért láttuk, hogy a csoportkörben nem mindig, nem minden meccsen úgy teszik oda magukat, a továbbjutások nyilván nem lesz veszélyben, de ott valahol a harmadik és mondjuk az ötödik hely között szépen el lesznek. A másik csoportban én azt gondolom, hogy a Barca hozni fogja az első helyet, és meg lesz a második hely Veszprémnek. Köszönöm. Boldzsár. Én kezdeném a B csoporttal, mert ott egy fokkal egyszerűbb dolgom van, legalábbis véleményem szerint. Ott én is a Barca-Veszprém duót látom az első két helyre, és ebben a sorrendben. Nekem az A csoport az ilyen nagyon sötét ló. Ott az első helyre mindenképpen a Kielcét tenném. És hát ott az a Kiel PSG párharc az nagyon izgalmas lesz. Ugye múlt héten már beszéltünk a PSG-ről, illetve a PSG jövőjévi keretéről, de azért a Kielnél is hatalmas változások lesznek, tehát Landin nélkül nem tudom, hogy megismerem-e ezt a csapatot majd. De szerintem oda fog érni a Kiel a második helyre. Én őket mondanám. És szeretném itt megragadni az alkalmat, hogy az izgalmamat kifejezzem, hogy a Feröer-szigeteki srácot majd a Kielben láthassuk. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ő hogy fog majd ide belefolyni. Meg sem Igen, és ugye a próbáltam hírek kiejteni szerint. a nevét. Igen, épp ezt akartam mondani, hogy egyrészt ugye a lengyel srác mellett lesz egy olyan játékos, akivel majd a kommentátorok biztos hát versenyt rendeznek, hogy ki az, aki kevésbé rosszul mondja, de a másik ugye, hogy a hírek szerint ugye az ő honfitársa és rokona hamarosan Szegedre teszi át a székét, ugye elég sok ilyen hírt lehet hallani, ami ugye nem lenne meglepő olyan szempontból, hogy ez a Ferrari kézzel, de most már több korosztályban is láthatjuk, hogy egy szép fejlődési ívre állt rá, és ugye északi stílus lesz majd Szegeden, meglátjuk, hogy ezek még csak pletykák, de mindenféleképp izgalmas lesz a Ferrari kézilabda a következő néhány éve. És ugye az 21-es VB-n is egészen kiemelkedő eredményeket érnek el. Bizony, igen, bizony. és a, ja, és a felnőtt csapatok ott van az EB-n, ami... Felnőtt csapatok, ugye azért ezt nagyon gyorsan tegyük idézőjelbe, mert gyakorlatilag idézőjelbe, igen. Tehát a felnőtt igen. az igazi U21-es, az U21-B van most körülbelül az U21-es. Igen, de visszatérve itt a BL tippekre, hát az A csoport, az nagyon, hát a Kielcének megelőlegezem én is, de ott PSG, Kiel, hát én az Aalborgot szerintem odaérhet, ha nagyon-nagyon elemükben vannak, de én is inkább oda a Kielt érzem, és az első kettőbe pedig Barcelona Veszprém. Jó. Én mondom először a két csoport elsőt. Szerintem a PSG és a Barca fogja megnyerni a csoportokat. A PSG-nek a csoportköre az idén is nagyon erős volt, és nem, szerintem nem ott vannak a problémáik. Én azt gondolom, hogy ők ezzel a kerettel, ezzel a játékrendszerrel stabilak, ők ezt a 14 meccset ezt jól le fogják hozni, nekem meggyőződésem. A Barca meg ugye, az meg a Barca. Tehát az ugyanaz. Bejáratott, beszokott figura, ahogy ugye a egykor megdicsőült magyar futballista mondta. A második helyek már nem ennyire egyértelműek, és megmondom őszintén, hogy én is ugyanezen csapatok közhez hezitálok, mint akiket mondtatok az A jelű 8-asból. Én azt gondolom, hogy a Kielce azért be fogja magát tenni a második helyre. Szerintem talán akkor fog rálépni a gázpedálra, amikor majd kell ezzel a csapattal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ők oda be fognak csúszni a második helyre. Viszont én a B csoportban nem gondolom, hogy a Veszprém második lesz. Pesszimistább vagyok a Veszprémmel, mint amennyire biztos vagyok abban, hogy akkor ki. Én azt mondanám, bár hát filmeknél is tudjuk, hogy a második rész sose sikerül jól, de én bemondok egy Magdeburgot a Barca mögé. Aztán meglátjuk.
Ne legyen igazam, talán ezzel tudnám itt a saját gondolatomat lekerekíteni. No, és hát ezzel végére is értünk akkor a jövő évi BL A és B csoportjainak kivesézésében. Nem tudom, maradt-e még bármilyen ilyen utolsó gondolat a BL-el kapcsolatban bennetek erre a maradék 2 percre, amink még hátra van. Ha nem, akkor én nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést, a hallgatóinknak nagyon szépen köszönjük, hogy végighallgattak minket. Még egyszer mondom, lájkoljatok minket, kövessetek minket, nyomjátok meg a kis csengőt, és akkor kapjátok az értesítést, amint új tartalmakkal jelentkezünk. Én azt tudom mondani, hogy igyekszünk mostantól egy picit majd aktívabbak lenni. Nyilván jön egy kis uborka szezon, nyaralás, és aztán augusztus közepétől, szeptember elejétől várhatóan új úterővel érkezik a Belemenés, a Handball Expert podcastja. Nagyon szépen köszönjük nektek, mindenkinek szép napot kívánunk, sziasztok! Köszi, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!